Gazdák, figyelem! Júniusban felméri a mezőgazdasági termelőket a Központi Statisztikai Hivatal. Óriási siker a Tiszta szívvel. Tele volt a Kródi mozi a filmbemutatón, itt volt a nyíregyházi főszereplő is. Telefonon fenyegetőzött, fel akarta gyújtani a demecseri rendőrőrsöt egy férfi, hamar elfogták. €600 000 gazdát keres meg a következő napokban a KSH, ugyanis júniusban indul a 2016. évi átfogó mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megyében 62 000 egyéni gazdálkodót, köztük az állattartókat is felkeresik a kérdezőbiztosok. Gazdaságnak számít már egy fóliasántor is, de ahol egy nagyobb haszonállatot tartanak, ott is kötelező lesz kitölteni a gazdáknak a kérdőívet. Üzleti szempontból milyen különbséget jelent? Tehát a léalma és az étkezési alma között mekkora különbség volt például a tavalyi évben? Hát a tavalyi évben körülbelül olyan nettó 60-65 forint körül lehet az az árkülönbség, ami volt a léalma és az étkezési alma között a különbség. A fagykár után, ha lesz is jó minőségű alma, a termelők az értékesítési ár miatt is izgulhatnak az idén. Erről volt szó nemrég, mint a Gazda című műsorunkban. A beregi gazdák szerencsések, ezek a kertek megúszták az áprilisi fagyokat. Az ország almatermelésének kétharmadát a szabolcsi alma adja. Magyarország gyümölcsös kertje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, hiszen az almán kívül a medgy, a szilva és a barackos kertek nagy része is a térségben található. Szabolcs megye összgazdasági teljesítményének 10%-át a mezőgazdaság adja, 33 000 család dolgozik ebben a szektorban. Több mint 7 000 főt foglalkoztat ez az ágazat. 128 településen 224 összeíró fogja felkeresni a gazdákat az ország minden részén, ugyanis július 1-től indul az Agrárium 2016-os évének gazdaságszerkezeti összeírása. A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése 3 évente pontos és hiteles képet ad a mezőgazdaságról, az agrárium állapotáról, változásai. Az elemzéseket a hazai, de akár az uniós döntéshozók is felhasználják. 3 évvel ezelőtt kiderült az, hogy tovább folytatódott az egyéni gazdaság körében az előregedés, tehát a gazdálkodók egyre idősebbek voltak. Ezután aztán különböző fiatal gazdáknak szóló programok indultak. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy ilyen rövid idő alatt nagy változásra nem számítunk, de kíváncsian várjuk azt, hogy az idei összeírás milyen eredményeket hoz ebben a tekintetben. A birtokszerkezettel, az állattartással, a föld és vetésterületek nagyságával kapcsolatos információkat gyűjti össze a KSH. Az adatok területi termelési eltéréseket, különbségeket is feltárnak. A dohánytermesztés kiemelkedő jelentőség, igaz, hogy egy kis területekről beszélünk, de azért az ország dohánytermelésének 8/10-ét a megye adja. A szántóföld hasznosításában a kukoricának a magas aránya, hiszen ez a szántóterületének egy 42%-át foglalja el, míg a búza például csak 11%-át. Ez is jelentősen különbözik az országostól. A mezőgazdasági összeírás az őstermelőket, egyéni gazdálkodókat, állattartókat is érinti. Országosan 1442 településen 600 000 gazdálkodást keres meg 3 000 összeíró. A 2016-os kérdőíveket kitölthetik a gazdák online is. A kiemelt gazdasági tevékenységet végzőknek kötelező a felületet használni, de idén már az összeírók is laptopokon, tableteken rögzítik az adatokat. Gazdaságnak minősül a konyhakert, a szőlő, az erdő, a gyep, de egy nagyobb élőállat vagy egy 50 baromfit tartó telep is kötelezett a válaszadásra. Mostantól vékony bél kapszula endoszkópiás vizsgálatot is csinálnak a Józsa András Oktatókórházban. A beavatkozást ráadásul az OEB finanszírozza, ezért nem kell több 100 000 forintot fizetni érte, mint korábban. Ez nagy előrelépésnek számít a gasztroenterológiai ellátásban. Ez a szakrendelés országos viszonylatban az elsők között indult Nyíregyházán. Gyomorbélrendszeri, epe és hasnyálmirigy betegségeket gyógyítanak már több mint 30 éve a nyíregyházi gasztroenterológiai szakrendelésen. A legkorszerűbb endoszkópokkal dolgoznak a Józsa András Oktatókórházban, főleg a gyomorrendszer endoszkópos vizsgálata fejlődött rengeteget az elmúlt évtizedekben. A Nyíregyházán 1978-ban végeztük az első gyomortükrözést, az dr. Kis József főorvos, dr. Siket Ferenc és jó magam, már 78-ban végeztünk ilyen vizsgálatot. A
Később ezek, az a paletta egyre bővül, déltükrözést végeztünk, epetükrözést, hasnyálmirigy tükrözéseket végeztünk, de nem csak a diagnosztika fejlődött nagymértékben, hanem nagymértékben fejlődött a terápiás beavatkozás is. Ezen túl a vékony bélkapszula endoszkópiás vizsgálata is elérhető a Józsa András kórházban. Ez a kapszula alakú vizsgáló műszer mindössze 2,5x1,1 cm-es. Ebbe fényforrást, kamerát, elemet és kommunikációs modult is beépítettek, ami a bélrendszerben készít fényképeket. Így ez a fajta vizsgálat teljesen fájdalommentes. Mai napon kaptuk meg a hírt, hogy május 1-től most már a kapszula endoszkópia is elindulhat. OF finanszírozott módon hangsúlyozom, és ezt nagyon kérném, hogy önök is hangsúlyozzák, hogy vékony bélkapszuláról van szó, tehát nem vastag bélkapszulás vizsgálatról. A vékony bélkapszulás vizsgálat fog elindulni a mai naptól a Nyíregyházi kórházban, és OF finanszírozott, tehát nem térítéses formában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a savas tüneteket okozó refluxnyelőcső betegség a leggyakoribb. A főorvos szerint az itt élők közel 40%-a jelentkezett már ilyen panasszal. Elültették az év fáját, és madárodút is készítettek a gyerekek a Tuzson János Botanikus Kertben a Madarak és Fák Napja alkalmából. A változatos programokra több mint 500 gyermek érkezett a Nyíregyházi Arborétumba. Na gyere, te is! Fogd meg a lapátot! Mezei szilt ültetnek a gyerekek a Nyíregyházi Botanikus Kertben. Ez ugyanis az év fája, ami minden évben egy őshonos fafaj. Az ültetésben szakavatott kezek is segítkeztek. Lapátolni, amikor kell. Segítek anyáiknak. Tehát akkor neked már van gyakorlatod ebben? Igen. Igen, van egy pár. Az év fáját minden évben az Országos Erdészeti Egyesület választja ki, ezekre az adott évben nagyobb figyelmet fordítanak. A mezei szil melegkedvelő fa, így elsősorban domb, illetve síkvidékeken található. Itt a mi területünkön, tehát az Alföldön, az egykori átéri erdőknek, a töltykőri szilligeterdőinek a szilfafaja volt, de sajnos azért tudom mondani, hogy volt, mert 1918-ban, illetve 1960-ban a szilfavész nevű károkozó, vagy kórokozó szinte hát a nagy részét elpusztította a mezei szilnek. Ezért is mondjuk nagyon fontos az, hogy ebben az évben a mezei szil az évfája, mert a figyelmet felhívjuk rá, illetve szóljunk róla. A Madarak és Fák Napját Magyarországon először 1902-ben Csernel István ornitológus szervezte meg, majd Aponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő, évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. A Nyíregyházi Botanikus Kertben a hagyományokat folytatva számos madarat megismerhettek a gyerekek. Erdélyfény azért nem ennyire színes, mert hogy ez egy tojómadár. A tojónak mindig rejtőszínük van, hogy a fészekben ugye ne látszódjanak. Onnan látjuk, hogy nem verít, hogy azért van fehér a szárnyában meg a farkában. A gyerekek némi segítséggel madárodút is készítettek. Sokukat érdekelte az is, hogy hogyan gyűrűzik meg a madarakat. A magyar kormány családpolitikája az egyik legjobb családpolitika az Európai Unión belül, mondta sajtótájékoztatóján Minnai Győző országgyűlési képviselő. Hozzátette, az otthonteremtésen kívül segíteni kell a fiatal generációt, főképpen a foglalkoztatásban és a képzésekben. Minőségi oktatást és használható tudást kell biztosítani nekik, amit a szakképzés megújítása is segíthet. 2016. szeptemberétől felmenő rendszerben megújul és átalakul a szakképzés, ami azt jelenti, hogy egy gyakorlatorientált lesz a szakképzés, azt jelenti, hogy átalakul a szervezeti rendszere, 21 év helyett 25 évig lehet a nappali rendszerű képzésben szakképzettséget, szakmát szerezni, és nagyon jó motiváló tényező, hogyha valaki rosszul dönt 15 éves korában, akkor egy második szakmát is megszerezhet ingyenesen. 100%-os bérpótlékot kér az MSZP a vasárnap dolgozóknak. A párt törvényjavaslatát a közeljövőben tárgyalják a parlamentben, hangzott el a szocialisták nyíregyházi tájékoztatóján. Lukács Zoltán országos alelnök kiemelte, céljuk, hogy az érintett munkavállalók egy hónapban legfeljebb két vasárnap dolgozzanak. A javaslat legfontosabb eleme, hogy a jelenlegi 50%-os bérpótlékot megduplázzák.
a mi javaslatunkkal gyakorlatilag azonos javaslatot tett a Magyar Szakszereti Szövetség, a Liga, és még a Vállalkozók Országos Szövetsége is, akik pedig munkáltatók. Ők is azt mondták, hogy jogosnak tartják azt, hogyha valaki vasárnap dolgozik, akkor azon a vasárnapon dupla bért kapjon. Ez a törvénytervezet bent van a ház előtt, mi nyújtottuk be, meg kell szavazni, aki a munkavállalók mellett áll, és az embereknek a vasárnapi bérért dupla pénzt akar adni, meg akarja őket fizetni, az megszavazza. Aki nem, az arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem érdekli őt az, hogy a munkavállalóknak jobb-e vagy nem. Sajnálatosnak nevezte az ellene indított lejárató kampányt Földi István, Kocsord jobbikos polgármester jelöltje. Szerinte az embereket nem névtelen szórólapokkal, hanem programokkal lehet meggyőzni arról, hogy kire szavazzanak. A politikus mai nyíregyházi tájékoztatóján elmondta, nem mocskolódásra, hanem olyan megoldásokra van szüksége a településnek, mint a munkahelyteremtés, vagy például a közmunka igazságos elosztása. Az M49-es gyorsforgalmi elkerülőnek ugye a megépülésének a sürgetése, valamint az, hogy turisztikailag fejlesszük Kocsortot. A helyi fiatalokat ugye itt helyben tartjuk, például a különböző bérlakásprogramokkal, valamint az, hogy még a meglévő szerződéseket, mint például a Kocsor kábel televízió szerződést, ami egyértelműen nem a Kocsor önkormányzatot, hanem csak bizonyos embernek az érdekeit képviseli, mi hamarabb rekonstruáljuk. Óriási tömeg várta az új magyar film A tiszta szívvel című alkotás nyíregyházi bemutatóját. Stábunk is ott volt a Krúdi moziban. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Újabb lépést tett a feljutás felé a kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese a női kézilabda NB1 B24. Fordulójában 37-24-re verte a Göd csapatát. Két bronzérmet szerzett Veres Amarilla a kerekesszékes vívók montreáli világkupa viadalán. A szintén nyíregyházi Tarjányi István 2. helyezéssel tért haza Kanadából. Hat fővel és 3 kutyával indultak a magyar speciális mentők az ekvádori földrengéseket követő mentőexpedícióra. A több száz halottat és több ezer sérültet követelő katasztrófa mentéseiben a magyar csapatok szinte egyedüli külföldiként vettek részt. Ott volt Kristóf Imre, a nyíregyházi Legott mentőcsoport vezetője is, aki élményeiről is beszélt a Kölcsei Televíziónak. IQ élő és halott kereső kutya. Ő is részt vett a 9 napos ekvádori mentésben április végén. A főrengést követően mintegy 7000 épület dőlt romba, és 26000 embert költöztettek ki a hatóságok. A munkát nehezítette, hogy a főrengés után még legalább 700 utórengést számoltak a helyszínen. A magyar csapatok a katasztrófa utáni 3. napon érkeztek a térségbe. 6 fővel indultunk útba, 3 kutyával. A helyszínre érkezve tulajdonképpen avval találkoztunk, hogy a fővárosba érkeztünk meg. Onnantól a nagykövetség segítségével jutottunk el Mantába, ami az egyik földrengés sújtott terület volt. Igazából innen 300 kilométerre volt az epicentrum, de itt is nagy károk voltak, és főleg itt ez egy tengerparti övezet, nagyon sok szálloda található, és ezek a szállodák ilyen 4-5 emelet magasak voltak, és a földrengés következtében az alsó 2 szint az beroppant, és az ilyen 40 centire összezsugorodott. A magyar csapatok érkezésekor már nem az élők keresése volt a legfőbb feladat. A helyreállítási munkákat megelőzően meg kellett keresniük a további áldozatokat. Ehhez speciálisan képzett kutyákra van szükségük a mentőknek. A térségben egyedül mi rendelkeztünk ilyen kutyákkal. Itt annyi volt a feladatunk, hogy az összedőlt romokhoz kivittek minket a katonaság. Ott felmértük a romnak a struktúráját, bejelöltük azokat a helyeket, ahol feltehetően áldozatok vannak, és már minket nem is engedtek, hogy hozzányúljunk az ő embereikhez, hanem minket vittek tovább a következő romterület, mivel elég sok ilyen romterület volt, így végül is kiérkeztünk egy romterületre, kutattunk, jelöltünk, vittek tovább minket, és egész nap ez volt a fő feladatunk. A hazai csapatok mintegy 30 helyszínen jeleztek eredményesen, az áldozatokat így az ő segítségükkel emelték ki a romok közül. Ha lett volna csillár, még azon is lógtak volna a nézők az új magyar film A tiszta szívvel nyíregyházi bemutatóján. Az óriási érdeklődésnek oka lehetett az is, hogy az egyik főszereplő Túróci Szabolcs nyíregyházi. Az akcióvígjáték 3 kerekesszékes férfi találkozásáról és közös történetükről szól.
Teltház a moziban csütörtök este, rengeteg érdeklődő érkezett a Tiszta szívvel című legújabb magyar film vetítésére. A film után két főszereplővel, Fenyvesi Zoltánnal és Túróci Szabolccsal találkozhatott a közönség. Az akció végjáték egy baleset után kerekesszékbe került tűzoltó és két fiatal kerekesszékes fiú találkozásáról, valamint közös bűncselekményeiről szól. Ezt a síros nevetős világot tartom a legfontosabbnak, mert hát a szélsőségeket így tudja az ebben megélni, és hát itt felmerült egy pont, hogy mi az a, amikor rátszakadt a nézőkbe az a vágy, hogy lehet-e nevetni mozgássérülteken, fogyatékkal élni. Ez egy kardinális kérdése volt ennek a pontnak. A filmben mellettük a főbb szerepekben még Fekete Ádám és Balsai Móni játszik. Túróci Szabolcs, a nyíregyházi színész játszik színházban, de folyamatosan szerepel filmekben és sorozatokban is. A Tiszta szívvel rendezőjével, Tilla Attilával ez volt a harmadik közös filmes munkájuk. Sokat kellett gyakorolni, meg hát át kellett, nehéz ezt megmagyarázni. Hát a Zoliék sokat voltak a segítségemre, és próbáltam sokat velük lenni köztük. Volt egy nagyon komoly, jó tanárom, egy mozgásterapeuta, aki sokat segített, és hát már hónapokkal előtte tudtam, hogy ez lesz, és akkor így készültem rá sokat. Voltam kint terepen, össze-vissza, minden, amit el lehetett lesni, azt ellestem tőlük. A film másik főszereplője Fenyvesi Zoltán, jelenleg főiskolai hallgató és sportoló is. Eddig reklámokban szerepelt, ez volt első filmes forgatása. A közönség találkozón elmesélte, nem csak nevük egyezett a filmes karakterével, ő is születésétől fogva kerekesszékben él. Valamilyen szinten magamat játszom, de közben azért mégis egy másik karaktert kellett eljátszani, és azért ebben megvolt a kihívás, és megvolt egyben azért a félelem is, hogy majd ezt vajon azért mégis egy nagyvásznom, meg ez mégiscsak nem egy kisfiam, amit én leforog 15 perc alatt, vagy egy 15 perces kisfiam, hanem ez egy nagy, több mint másfél órás film, és hogy vajon aztán a nézők majd egy idő után nem érzik azt, hogy borzalmas már ez a srác, és lejöhetne a képernyőről, vagy hát a vászonról. Úgyhogy volt bennem azért egy ilyen félelem, de javarészt inkább a kihívás. A filmben a nem színészek és profik közös munkája végül egy eseménydús, vicces, de mégis drámai másfélórás alkotást eredményezett. A demecseri rendőrőrs épületének felgyújtásával fenyegetőzött egy férfi csütörtök este. Névtelenül mobiltelefonról hívta a 112-es segélyhívót az akkor még ismeretlen helyi lakos, majd a fenyegetés után rögtön bontotta a vonalat. A férfit a demecseri rendőrök egy órán belül elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés megalapozott gyanújával folyik eljárás. A férfi egyébként nem tett vallomást, nem adott magyarázatot tettére. Azonban az is kiderült, hogy az éjszaka folyamán a kisvárosban egy hivatal ablakát téglával betörte. Azt sem tudjuk szintén, hogy miért követte el. Ez ügyben külön eljárás folyik ellene. Újabb lépést tett a feljutás felé a Kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese a női kézilabda NB1 B24. Fordulójában 37-24-re verte a Göd csapatát. A várdaiak legközelebb a Szent István esét fogadják, majd a záró fordulóban az éllovas Egri Eszterházi Főiskola csapata ellen lépnek pályára. Sorozatban negyedik győzelmét aratta a Kisvárdai KC, a Szeged ellen elszenvedett egygólos hazai vereség óta nem tud hibázni Rácz Sándor együttese. A legutóbbi fordulóban a Gödiese ellen már a szünetig eldöntötték a mérkőzést a hazaiak, a 21-10-es első félidő után csak formalitás volt a második 30 perc. A várdaiak végül 37-24-re nyerték meg a találkozót. Nekünk a sorsfordító meccsünk, nem a sorsdöntő, sorsfordító a Kispest volt. Azt követően ugye elmentünk egy gólviharba Debrecenbe, ahol nem tudtuk redukálni a Kislokinak a góljait, viszont 43-at lőttünk, jött a Göd, ez egy más jellegű meccs volt, én úgy gondolom, hogy hamar beállt a jelentős különbség, a 12 gól, és azt őrizgettük a meccs végéig. A Kisvárdai KC szombaton 16 órai kezdett el, a budapesti Szent István Ese csapatát fogadja a Városi Sportcsarnokban. Egy szemtelen pimasz csapat, sok meglepetést okozott, ő tépázta meg először a Kispestet. A hazai pályája az varázslatos, tehát azt mondom, hogy szégyen, hogy olyan körülmények közt játszik, tehát ilyen alkonyat, nászészakai alkonyatban alig látszanak a vonalak meg egyéb, tehát igazi hazai barlangba játszik, de idegenben is okozott már meglepetéseket. Két-három középső játékosok nagyon-nagyon be van töltve, fegyelmezett, dinamikus, agresszív védekező csapatot játszik.
Az NB1B keleti csoportjának élén az Egri Eszterházi KF1 CA 40 ponttal, megelőzve az egyaránt 39 pontos Kispestet és Kisvárdát, amennyiben mindhárom csapat megnyeri soron következő meccsét, a zárófordulóban a Kisvárda-Eszterházi találkozó dönti majd el a bajnoki cím sorsát. Két bronzérmet szerzett Veres Amarilla a kerekes székes vívók montreáli világkupa viadalán. Az NVSC paralimpiára készülő versenyzője női kartban és párbajtőrben végzett a harmadik helyen. A szintén nyíregyházi Tarjányi István két hatodik helyezéssel tért haza Kanadából. A kanadai Montrealban rendezték meg a kerekes székes vívók utolsó előtti paralimpiai kvalifikációs versenyét. A világkupa viadalon 32 ország több mint 150 vívója mért összetudását. A mezőnyben ott volt az NVSC két versenyzője is. Pákhelyi Béla tanítványai két bronzéremmel és két hatodik helyezéssel tértek haza a tengeren túlról. A két nyíregyházi versenyző a világ élvonalába tartozik. Először Veres Amarillát kell megemlíteni, akinek a paralimpiai kvalifikáció 100%-os. Ő egyébként U23-ban kétszeres világbajnok, rendkívül sok felnőtt döntőt és helyezést ért el, illetve érmeket nyert. Most a legutóbbi Kanadában voltunk, Montrealban kettő bronzérmet nyert. A másik versenyzőnk Tarjány István, aki most egy fél éve került át B kategóriába, és azonnal már villantani tudott. Kettő hatodik helyezése van párbajtörbe és kardba is. A paralimpiai kvalifikációt már korábban megszerző Veres Amarilla elmondása szerint az egész évet Riónak rendeli alá. Fizikálisan és mentálisan is igyekszik a lehető legjobban felkészülni, de túlzott terheket nem akar magára rakni az U23-as világbajnok versenyző. Titkosában persze mindenkinek az, hogy paralimpiai bajnok legyen, de nekem ez még nem most lesz. Nekem ez az első paralimpiám. Tehát nemrég kezdtem, egy pár éve versenyzek, úgyhogy a versenyrutinom miatt én úgy gondolom, hogy nekem már az is hatalmas siker, hogy egyáltalán sikerült kijöttem egy ilyen kaliberű versenyre. Én elmegyek, megtapasztalom, milyen a légkör, és majd egy vagy két olimpiával később tűzök ki magam elé igazából számszerű célokat. Tarjányi István kategóriaváltása óta először indult világkupa versenyen, ahol mindkét fegyvernemben magabiztosan jutott be a 8-as döntőbe. Nagyon elégedett vagyok, főleg úgy, hogy eddig A kategóriában versenyeztem, 2,5 évet kitartottam, mert tudtuk, hogy az a cél, hogy átkerüljek B kategóriába, mert nekem ott a helyem, hogy hasonló, ugyanolyan kerekesszékes, igazi kerekesszékes, gerincsérült vívókkal versenyezzek, és így egyenlő esélyekkel induljak. És így nagyon örülök neki, és főleg úgy, hogy első B kategóriás versenyben 2/6. Helyet értem el. A két vívó május végén a torinói Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi színeket. Veres Amarilla számára a kontinens viadal felkészülési állomás lesz a paralimpiára, Tarján István számára viszont nagyobb a tét, az Európa-bajnoki cím ugyanis a riói utazás jelenti a győztes számára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 600 ezer gazdát keres meg a következő hónapokban a KSH, ugyanis júniusban indul a 2016. évi átfogó mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírás. A megyében 62 ezer egyéni gazdálkodót, köztük az állattartókat is felkeresik a kérdezőbiztosok. Gazdaságnak számít már egy fóliasátor is, de ahol egy nagyobb haszonállatot tartanak, ott is kötelező lesz kitölteni a gazdáknak a kérdőívet. Elültették az év fáját és madárodút is készítettek a gyerekek a Tuzson János Botanikus Kertben a Madarak és Fák napja alkalmából. A változatos programokra több mint 500 gyermek érkezett a nyíregyházi arborétumba. Teltház volt az új magyar film a Tiszta szívvel nyíregyházi bemutatóján. Az óriási érdeklődésnek oka lehetett az is, hogy az egyik főszereplő Túróci Szabolcs nyíregyházi. Az akció vígjáték három kerekesszékes férfi találkozásáról és közös történetükről szól. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 6-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, a hétvégén pedig krónikával várjuk majd önöket. Műsorainkat és híreinket honlapunkon is újra nézhetik. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Szombaton is folytatódik a napos időjárás. Egy térségünktől északra elhelyezkedő anticiklon peremén északkelet felől szombaton egy hajszállal nedvesebb és 1-2 fokkal hűvösebb levegő érkezik fölénk. Éjszakára kiderül az ég, csapadék estétől már nem valószínű. Az északkeleti szél már csak időnként élénkül meg. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben sok lesz a napsütés, de gomoly felhők is képződnek, amelyekből délután este zápor esetleg zivatar előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. Hétfőig a nappali gomoly felhőképződésből szorványosan alakul ki zápor, zivatar. Kettől délnyugat felől több hullámban nedves levegő érkezik fölénk, ezért már több felé várható tartós eső is, jelentős mennyiségű csapadékra a hét közepe táján számíthatunk. A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás, a sok évi átlag közeli 20 fok körüli értékek várhatók.